hogy milyen távolságból lesz majd igazából érdekes ez a foci rugás. 11 méterre fogunk rugni, itt a kiskapu, tehát minden csapat 4 emberre fog rugni, 2 lány és 2 férfi ember, a kapu ki van készítve, és be lehet szépen találni a kapuba. Nincs túl közel, Laci? Jó lesz? Oké. Első tarpai hölgy a vadmarcok közül. Köszönjük szépen, majdnem bement, de nem sikerült. Egyre akkor még 0 pont. Második lövő a tarpai hölgyek részéről. Ugyanoda szinte, nem sikerült, nem baj, majd Leli nem mutatja, hogy kell rugni. Harmadik versenyző a kapu előtt, és még ez sem ment be. Egyre jobb az irányzék, de még nincs benne a labda, és akkor a világ szeme Ács András úron, aki szépen besújítja azt a labdát, és nem. Hát hiába, na, ilyen a sport, ilyen a szerencse, most a tarpai csapatot nem kérdezte. Próbarugások következnek, ugye próba? Próbáltatok? Jó, élesbe, Mezővári, Wobler csapat, hajrá! Ez nem sikerült egyelőre. Következő Mezővári, Woblerből a következő fiatal hölgy, aki neki is vetkőzött, cipő nélkül, ez a beszéd, és már, majdnem ez. Na fiúk, akkor mutassátok meg, ha jól tudom, hogy focisták vagytok, hogy is működik ez a... Csak akkor én, hogyha belül esik te! Hát ugye, a tehetség néha nem jön be. Na nem baj. Akkor a már utolsó embere a Mezővári Woblerből. Hát kérem szépen, valaki mutassa meg most már, hogy mi újság mint Mezőváriba. Kérem szépen akkor a budapestiek csapatából a két hölgyet, Évike. Nem, mert Évike, Filep Éva és Ági, egy gyakorló rugást, hogy nyugodtan, ne zavartasd magad, jó? Senki sem néz igazából, és már is bevágod. Na ez az! Ez gyakorló rugás. Nem. Tehát ez gyakorlót, Ágicaj, gyakorlót rugjál te is. Gyakorlót rugjál. Egy gyakorló rugás. Hátra azt mondja a férjurának. És kérem szépen, nem baj, a második jobb lesz. Még a két férfi ember rúgjon egyet, Mátyás egyet, rúgjál te is, légy szíves meg a kollégátok. Két, na, mutasd be, hogy kell berúgni. Hát nem jött össze, még egy próbarúgás Budapest részéről. Na Budapest, mutassátok meg mi a helyzet, mert itt Mezővári, nagyon kíváncsi rátok. Budapesten hogy gurulsz a labda? Ez egy próba? Na. Mint a reklámokból, ugye emlékeztek a reklámra, a sörreklámra, és akkor most már Budapest élesben, Filep Évike élesben, tessék pontozóbíró, jegyzőkönyvvezető, hopp egy kis civil a pályán, nem baj, ő is akar majd később focizni, gondolom. És majdnem jó volt, hát kérem szépen, nem tudom, pálya, a labda meg. De oda jelhez, a jelhez, hol jel, ott a jel elő. Ott bizony, jó, Éva, te jössz. Vagy Ági, nagyon alapos irányzék. És még most se. Na, akkor jönnek a férfiak Budapestről. Vissza a lábat, hogy? Hát kérem szépen, ott bizony. A ronylabda művészete. Na, egy vastaps, egy nagytaps Garai Mátyás úrnak. Ő megmutatta Budapesten, és tudnak ám focizni a fiatal emberek. Jó, még egy, tőletek még egy kolléga, egy férfi ember. Na Budapesten, az Budapesteken szeme a Mezővárjaknak, a tarpiaknak, és kérem szépen élni! Hát jó, izgalmas ez a mérkőzés, úgy látom. Kérem szépen, akkor megvolt a... Igen, és most jön a vendéglátósok közül a gyakorló csapat. Mindenki rúg egy gyakorlót, tehát Mezővári vendéglátósok kiváló csapatából az első két... Koncentrálunk, igen, szakmaiak, megbeszéljük. Aranyos volt, szép volt, nem baj. Most jön a két férfi ember, Mezővári vendéglátósok, két férfi tagja. Gyönyörű szép, így kell ezt csinálni, tökéletesen középre. Na most, még egy gyakorló ember van. Igen. Mezővári vendéglátósok, egy gyakorló. Kapod?
már, jó, már a riporter kedvéért, és ennyire nézesz belúgni ezt a labdát, kedves vendégné, hadd én. Hát igen. Ez csak próba volt, tehát akkor mezővári vendéglátósok élesbe, az első két hölgy következik, mutassátok meg, hogy azért a lábatok is olyan egyes, mint a kezetek. Gyönyörű, nagyszerű. Nagyon jó. Hát hiába, rejtett tehetségek vannak a lányoknál. Szépen, Erzsike koncentrál. Csak nyugodtan, kedves fiatalok. Jól állunk, időben vagyunk is, a verseny nagyon szépen alakul. Laci, Laci bevágtál Remnyába, nagyon ügyes vendéglátó, na még egy csapattag. Hátecsén, Hátecsén ez mellé ment, kérem szépen akkor regisztrálunk, és már is készül a harmadik páros, mégpedig akkor Tarpa, Kurucok, Java című csapatából a két lány, kérem szépen, Anita és Gréta, majd pedig két férfi embert szeretnénk látni, a sejtem is ki lesz a két rugó, úgyhogy elég várják, hogy besújítsák. Egy gyakorlás meg volt, Gréta, jó lesz az a másodikra, Anita ott a jel a lábad, de visszább, úgy bizony. A kávéra gondolj, finom kávéra, oké? Okay? Koncentrálsz. Hát irányzék is jó pedig, nem baj, következő jó lesz. A két férfi ember próbálja még, kedves vendégeink, kedves turkolók, a rugást. Nem hiába, Varga felé most egy picit lazábban ment a figurát, de hát egy öreg focista másodja ugyevarja, mint a füst, úgy gondoljuk. Szász Zsolti barátunk. Na, ez nem volt éles, most jön az éles. Hajrá lányok, hajrá fiúk, tehát Tarpa, Kurucok, Java, négy embere. Élesbe, első rugó. Második rugó, Anita. Ronylabda, szépen lehelyezni. Hát hiába, nem gondolt erősen a kávéra, Bánóferi kávéjára, pedig az csodálni lehet volna. Hey, ez is picit mellé ment. Na akkor Zsoltikám, mutasd meg, hogy másképpen gurul, mint a rendes labda. Hey, gyönyörű volt, ez egy tapsok megint megérne. Jó kedves vendégeink, utolsó csapatként a mezővári C csapat mutatja meg, hogy mi a magyarok istene, legalábbis ronyfociban, két fiatal hölgy és a két fiatal ember gyakorló rugások következnek. Gyakorolunk, így van, oké, gyakorló rugások, másik fiatal hölgy. De a jó lesz a második rugásra, jönnek akkor a fiatal emberek. Karcsi belátta, közép, ahogy kell, látszik, hogy profi a Karcsi ember, úgy bizony. Gyuri is neki fut a labdának. Bátor, olyan milános lövés volt, de itt mellé ment a második körben. Na, akkor most jön élesbe, kedves mezővárjak. Noémi neki fut a labdának, előkészíti. Noémi éppen csak hogy. Beálltál a labda, beálltál ehhez a labdát. És, hát jó az irányzék, picikét oldalra ment, de talán 30-ra bent volna. Gyurinak profi a cipője is, tehát gyanú... Gyuri, nem baj. És Kareszt majd bemutatja, hogy hogyan is kell ezt a labdát belágni. Hát kedves vendégeink, hát ilyen egy 11-es rugó verseny, rongy labdával. Voltak szép gólok, voltak majdnem szép gólok. Utolsó versenyszámunk a lovas kocsi húzó verseny. Kérem szépen a pályát szabadon hagyni. A kocsi húzó verseny lényege az, kedves vendégek, hogy két hölgy versenyző a kocsin ül, megkapasz.